Már kora délelőtt üres mandarinos ládákkal találkozott stábunk a vásárcsarnokban. A kereskedők elmondása szerint a többi déli gyümölcs is nagyon népszerű a hideg téli napokon. Az egzotikus vitaminforrások mellett a magyar almát is előszeretettel fogyasztják az emberek, de lassan ez a készlet is megfogyatkozik. A magyar alma, ami még van egyenlőre, ez egyik viszonylag olcsó gyümölcs, amiből nagyon sok fogy. A másik sláger cipka mandarin, meg a narancs, ami ugye vitaminforrás, meg nátha szezonra való tekintettel citromból is elég sokat adunk el. Vannak-e esetleg ilyen egzotikusabb gyümölcsök, amiket forgalmaztok, és népszerű a vásárlók körében? Avokádónk az általában szokott lenni, azt sokan ismerik és szeretik is. Hát azon kívül papaja, meg néhány egzotikus gyümölcs, de ez inkább csak mutatóban van, nem nagyon fogy. Nem nagyon fogynak, elsősorban az áruk miatt. Ezt más árusok is megerősítették, pedig a vitamin tartalmuk sokszorosa az ilyenkor közkedvelt gyümölcsökének. A különleges licsi, a citrusos pomeló mellett az ananász és a kivi is megtalálható az árusok polcain. Van ananász, kivi szokott ilyenkor, de az annyira azért az ára miatt annyira nem keresett, inkább a mandarin, főleg az ára miatt is ilyenkor. Az árakról tudsz egy pár szót mondani? Hát a mandarin általában olyan 250-400 forint között mozog, ami még így jó, vagy alma most, ami még olcsóbb, az ilyen 150-250 forint között. A narancs ára 300 forint körül mozog, a banánnak akár 500 forint is lehet kilója, de a kivi is a drágább gyümölcsök közé tartozik, hiszen 399 forintért vehetünk egy dobozzal.